said it couldn't be again. A vadonatúj elektromos autó itt a nádorvárosi köztemető egyik legszebb részén, ahol egykori polgármesterek és más hírességek nyugszanak. A 4,5 millió forintból vásárolt villanyos jármű június 1-től áll szolgálatba, de nekünk már szerdán megmutatták, hogyan is működik a 21. század modern halottszállító járműve. Szebb, csendesebb és gazdaságosabb is az új négykerekű, mint elődei, ráadásul a hozzátartozók anyagi terheit is csökkenti a jövőben. Amikor mi ezt június 1-én rendszerbe állítjuk, innentől kezdve a temetési, szállítási díjainkat hát minimum 50%-kal csökkentjük, tehát ez a lakosságnak anyagi előnyt is jelent ez az elektromos autó, azon kívül, hogy egyértelműen olyan színvonal növekedést kell, hogy jelentsen, amit hát ugye nyilván majd a lakosság saját maga fog érezni. A több mint 2,5 méter tengelyhosszúságú és 1,9 méter széles elektromos halottszállító egyetlen töltéssel akár 8 órán át is működik. Maximális sebessége óránként 40 km, de ez mindig a temetési menethez igazítható. Ehhez hasonló villanyos berendezés csak a fővárosban és Debrecenben működik. A dunántúli régióban ez az első ilyen elektromos temetői jármű.